Glasgow-ba, London, Glasgow, utána Hamburgba, ez azért emlékezetes, mert a MTK-nak a balszélsője, a titkos Pál, aki egy nagyon nagy játékos volt, és a disz doktor engem is elvitt ez az útra, hogy kipróbál, és készít megígérte nekem, hogy hogy Párizsban már fogok játszani a második fél időben. A második fél időben beszálltam játszani, a Puhárt Pista bácsi közvetített mellőle, és azt mondta, hogy milyen jó játszik ez a gyerek, milyen jó, milyen lendületet visz a csapatban, meg minden, azt mondja. És erre azt mondja a titkospalit, hogy ne sértse meg a szövetségi kapitány, mivel idős vágott játékos, kitette jobb szélre a másik fél időben. És kérdés szépen már jobb szélsőt játszott Glasgow-ba is, már Hamburgba is jobb szélsőt játszott. Legendás és magyar ez volt a megindulás. Már akkor is ment, ugye, a játékosok között? Hát egymásig küzdeni kell azért. Hogy megsértődik. Melyik volt a legjobb válogatott meccse? Románok ellen? Én nekem volt egyszer a horvátok ellen, meg a románok ellen készép, ahol igen nagy teljesítményt nyújtottam, mert készépen ottani vezetők is bejöttek és megdicsértek a játékomért. Na, Laci bácsi... Többek között a Bukovi Marci bácsi, akkor valamikor horvátoknál volt edző, a Gradiánszkinál. Laci bácsi, na, jött a nyugdíjba vonulás ideje, ahogy Gyetvai László fölváltotta Kemény Tibort, úgy Gyetvai Lászlót fölváltotta Czibor Zoltán, vagy Czibor Zoltán. És megkezdődött a nyugalomba vonulás. Elkezdett foglalkozni az öreg fiúk csapatával. Mennyi ideig foglalkozott? Hosszú ideig foglalkoztunk, egészen még nem jöttek újból ezek a új fiúk, tehát annyit nem Martosét, meg innen átadtam őnek az egészet. És meddig játszott? Hát ott évekig játszottunk. Már, igen. 60-as években még az öreg fiúkba beszállt. Persze, gólokat rúgtunk, sőt, mi túrán vettünk részt a 70-es időben is készépen. Önnek. Hát legalább az öreg fiúkba ki tudtam elégíteni magamat, ami bennem maradt. Na, és a civil élet hogy van? Hát kérdez szépen, megmondom őszintén... Hűtött szintén milliárdokat, a következő, megmondom őszintén, kérdez szépen, nekünk a legfontosabb volt kérdez szépen abban az időben az állás. Méghozzá nyugdíjas állás. A Lázár Gyuszit és engem kérdez szépen, az én személyemet, az elektromos hüveghez helyezett el a Ferencváros, és igen jó körülmények között. Tisztességesen meg kell dolgozni a állásért, nem volt kedvezmény, mert elsőbb reggel hétre kellett bemenni, délután 3 óráig, amikor meg már 3 év után kinevezték az emberi, bekölt a szamálétrába, készépen utána, készépen fél 9-től 2-ig kellett dolgozni. És utána edzésre. Hány hát edzés utána volt egy héten 4 edzés volt. 3-4 edzés volt általában. Két kapus viszont, is volt? Volt. Minden szerdán. Minden szerdán volt. Borinyák utcában? Hát megmondom őszintén készépen, az Forrány utca egy kegyetlen pálya volt. Ez egy kegyetlen pálya. Ilyen földes, hepehupás, buszkás itt volt a szomszédba, a laktanya mellett, és máskülönben akkor nem lehet rámenni a fűre. Annyira sokba került, tehát gondozni kellett, vigyázni kellett, nehogy tönkre menjen. Laci bácsi is a Honvéd kórházban volt katona? Ott voltam, igen. Kikkel? Hát nagyon jó garnitúránk volt. Rudasferi, Kiszeli Pista, Lázár Gyuszi, szépen a Pósa Béla. Ez a Sársi Béla. Magyar válogatott. Persze. Volt a Polgár Gyula. Csak egyetlen egy nagy baj volt azért az embernek az életében, ez mindig emlékezetemben van, hogy ez alatt az idő alatt pont rosszkor született az ember. Ebben a háború idő alatt. Mit jelent az? 1941-től bevittek 1 évre katonának, és a végén 4 év lett belőle. 44-ben szereltem le.
utána itthon maradtam pár hónapig, utána megint behívta. Akárhogy is van, de az embernek az életéből ez a 4 éve hiányzott. Jó van, Laci bácsi. Na most még azt szeretném tudni, hogy nézem a meccseket. Igen. És egészségesen kell föl a televízió mellől, vagy? Én minden meccsen kint vagyok készítve. Fejfájással vagy? Nincs fejfájásom, inkább szívesen megmondanám nekik azt, azokat a hibákat, azokat a hiányosságokat, amit észrevesz az ember. Mert én nem a televízió néz a meccset, én minden meccsen kint vagyok. Fradi meccs. Fradi meccsen, még vidékre is elmegyek, mert igen, szeretem az egyesületet, és a válogatott meccsekre is mindig kiárok. És például most szombaton már ott leszek a Vasas meccsen is. Szenved? Hát másképpen oldanám meg. Na, ez így enyhén mondom. Igen, na, másképpen oldanám. Önöknek volt 3 vagy 4 edzésük egy héten, őnekik naponta 2 van. Na most miért nem tudják elrúgni pontosan a labdát? Nem a kölyök csapatnál kéne kezdeni ezt megtanulni, mert kérem, NB1-ben már tudni kéne ilyesmit. Kérem, én sokszor beszélgetek a barátaimmal társaságban, és arra döbbentünk rá, hogy nem a válogatott csapatnál kell megtanítani a játékosokat, a csanknak, hogy hogy kell csinálni, vagy mit kell csinálni, hanem a klubokba kell megtanulni. Hát gyerekkor. És ami rettenetes nagy baj, hogy a Ferencvárosban hiányzás van, utánpótlás hiányzás van. A Ferencváros arról volt mindig híres, az én időmben, az előtte időben is, későbbi időben, hogy legalább 5-6 játékost adott az ifjúsági válogatottba, az amatőr válogatottba, aztán nem beszél a profi válogatottba, mert ott általában 5-6-7 játékos volt. Akár az MTK, a Fradi, akár a Üpestből. Akár most a kölyök csapatban, a Fradi kölyökben, ebben a Bíródani, Gyetvai kölyökben kik játszott? Emlékszik még erre? Persze, hogy emlékszik. Igen. Hát készépen játszott a Vonyák nevű baloszekötő Horváth Bandi. Az élmény nagyon, mindig. Igen. És készépen a Horváth Bandi, aki valamikor a Gammába, meg aztán a Araditába is játszott később, a Velkei Karcsi, akkor Nagy Béla, nagyon csodás balbek volt, a jobbek volt, védőjátékos volt. Waldinger Béla. Waldinger, bizony, micsoda jó játék. A Tócsanyi védett kész éppen abban az időben. Hát megvannak a fényképek, hogy milyen, hát jó volt. Jó világ volt. És kész éppen volt egy, hogy kész éppen, amikor mi megnyertük az ifjúsági bajnokságot, akkor nem elég volt az, hanem meg kellett harcolni az Újpesttel, akkor törekvéssel, mert azok is nyertek egy bajnokságot, ifjúsági bajnokságot. Tehát a Budapest 3-4 részre volt osztva, és annak csúcsmérkőzőt kellett játszani. Na, Laci bácsi, azzal fejezzük be, hogy elmondja én nekem, hogy mit üzenne, ha így üzenni tudna rádión vagy mikrofonon keresztül a mai futballistáknak, mit üzenne nekik, mit csináljanak? Kérem szépen, első és legfontosabb, megszerezni mindenkor a labdabiztonságot. Ha a labdabiztonság megvan, akkor föl kell nézni, hogy milyen helyzetben vagyok, támadást akarok vezetni, más játékost akarok új helyzetbe hozni. De ha fölnéz, nem látja a labdát, Laci bácsi. Itt az, a probléma. Hát nem lehet probléma. A labdát már megszelidítettem előtte. Tehát előttem van a labda. Már én megszelidítettem. Az annyit jelent, hogy első megszelidítettem a labdát. Utána fölnézek. Utána azért például a helyzetben vagyok 16-oson tájékán, nem keresem a jobb helyzetet, hanem vállalkozom. És a vállalkozás pedig úgy lehet, hogyha önmagam képzem magamat, nem edzőképzéshez, hanem önmagamat képzem, hogy ebből a szögből, vagy ebből a rúgás folyamában hogyan kell rádölni, hogyan kell beívenni a labdát, hogyan kell kapásból. Hát mi úgy rúgtunk kapásból, hogy például a Jakab Lacival,
Jakab egy centert játszott a Fradiba, Ifibe, és éppen Jakab Laci. Azt mondja, Lacika, adjál már be egy pár labdát kapás. Akkor ő beadtam a labdát, akkor ő mondtam neki, most te adjál be nekem. Tehát fölváltottuk egymást. De szóval ő nem kellett. Nem kellett hozzá, ez egy öncsorgalom volt. És ez a döntő. Az edzőtől nem kellett megkérdezni, hogy kimaradunk, hanem kimaradtunk. És az edző is örült neki, hogy kimaradtunk gyakorolni. Na most azt hogy magyarázza, hogy milliókat és hiányzik, és hiányzik a gyorsaság, a kezdősebesség, a sprintek hiányoznak. A 20 méteres sprintek. Az 5 méteres, 3 méteres, 10 méteres. Neki futni. 5-10 méterek. Na, és az, hogy az miért van, hogy a milliókat kereső dollármilliómosok nem találják el a kaput, az miért van? Kérem szépen, nem akarok beszélni, megmondom őszintén, mert készépen ma úgyis olyan, olyan gazdasági helyzetben élünk is. Csak a pénz dominál. Így van, sajnos. Sajnos. Köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon remélem, hogy a századik évfordulóra, a Fradi századik évfordulójára 2 év múlva újra itt össze fogunk találni. Én is köszönöm az interjút. Nagyon boldog vagyok, mint öreg nyugdíjas. Rudas Ferencet kérjük majd a...